Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Picit akkor retrozunk, ezt mi nagyon szeretjük, mert ugye egy internetes portál összeszedte a 22 legjobb, legismertebb, legmenőbb retro reklámot. Állítások szerint ez a 22 legjobb magyar retro reklámfilm. Nem mondom, hogy mindegyiket végignézzük, azt sem mondom, hogy végig akarjuk nézni, de ha kedvünk van, mondom a címet, aztán belehallgatunk ebbe abba. Mert hogy azért ezek jók. Hol tartott régen a reklámvilág, hogy próbálták meggyőzni a fogyasztót, hogy vásároljon meg egy-egy terméket? Hát, finoman szólva más típusú reklámok voltak akkor, mint most. Mire helyezték akkor a hangsúlyt? Nem a képi világ. De nem is nagyon tudták, mert hát nem úgy forgatták, hogy mostanában forgatják. Indítsunk egy jó kis Traubi szódával, szeretnétek tejreklámot hallani, mert hogy az is volt, márka reklámunk van, bontott csirke reklámunk van, véres húrka, bébi étel, tele ugye. Bontott csirke, imádom. Bontott csirke, minden van. Az a rajzos, ugye van. Az a rajzolt igen, volt. Igen, hogy... talán sajdik. Nagyon jó volt, nagyon jó. Egy jó Traubi szóda, megnézzük, hogy hogy szól a Traubi szóda. Várjál, ne indítsd el. Szöveget próbáljuk meg. Felfrissít a dupla buborék. Hogy tudod ezt? Én erre nem... Felfrissít a dupla buborék. Soha nem. Ez szólt karácsonykor, Feri? Vicces. Felfrissít a dupla buborék. Fel apát a fröccs gyereket a Traubi. Jó, én erre egyáltalán nem emlékszem. Van egy kettő... Épp ezért a legkedvesebb slágerem. Minden én éneklem. Na figyelj. Aha, igen, így volt. Gyerekek, talán inkább kérünk! Jó minőség! Igen. De ez nem is az volt. Ez egy másik volt. Én mire emlékeztem? Felfrissít a buborék, persze. Ez valami egész más. Írjátok meg, ugye ez is egy Traubi reklám volt. Mondjátok, hallgatok, hogy ez egy másik Traubi reklám. Van egy Traubi egyébként, igen. Na figyeljetek, jön a következő. Nem lehet megunni, soha nem lehet megunni. Három angyalnak öltözött fehér ruhás nő táncol egy fehér díszletben egy pohár tejjel a kezében. Hát milyen szép világ volt ez, nem? Ha utáltad a tejet is, azonnal lement a tejet venni. És van szlogen a végén? Hát ezen nem lehet megunni, ennyi. És egy macskát beledobnak egy gödör tejjelbe. Tehén táncol. Na, azt mondja, hogy márka reklám 80-as évek. Én erre nem emlékszem. Lehet, hogy ez az volt. Előbbi, ez mit reklám? Az Traubi volt. Tej? Igen, azt nem lehet megunni, ez egy tejreklám volt. Az egy must reklám volt, Feri. Azt se lehet megunni, ebben neked igazad van. Ez egy tejreklám volt, hogy nem lehet megunni. Aha. Ez az, amit nem lehet megunni. Vegyél tejet, de magát a tejet reklámozta, nem egy márkát. Aha. Tehát, hogy így a tejfogyasztást, így van. Márka üdítő reklám a 80-as évekből. Márka! Nagyon rosszul öltözött fiúk és lányok táncolnak, brutál bajusszal, iszonyat testszőrzette. Én erre nem emlékeztem. Nem emlékeztem rá. Mindenki boldog, ugye? Hullala. Hullala. Főleg, ha leöntötted magad egy márkával, soha nem jött is semmiből. Úgy éreztel, elfáradt, nehéz volt a nap, fog meg nyugodtan a hideg poharat. Minden jobb lesz, Jézus, megfogod Isten a hideg márkás poharat, és kész. Na figyelj, jön a következő. Mi van? Figyelj. Mi?
csirkétbondál, mondta csirkétbondál. Megmondtam, hogy mondta csirkétbondál, mondta csirkétbondál. Jézus, atya úr, az eleje is az volt. Elment, leölt egy kígyót, hazavitte asszonykájának, és bontott csirkét kellett volna hozni. Ez a bontott csirke reklám volt. Jön a következő, ugye? Jaj, hát a legnagyobb. Ezt a Jóska, ezt a Gyurka, ezt a Gyurka véres úrka. Jóska, Gyurka véres úrka, milyen jó a májas úrka. Móme jó, sütiló, a húzka télen nyáron jó. Itt a kenyér, itt a só, úrkát enni mindig jó. Nátok is lement párszor az apád de... azért bömböltett a véres hurka reklámot. Figyelj, ezek abszolút potenciális vevők volt. De mi az, hogy véres hurka reklám? Tehát, hogy vedd meg hát a véres hurkát. Igen, keves, nem ment a véres hurka. Nem vitték a hurkát? A kicsit a májas jobban ment, és ezért írtak egy reklámot a véres hurkának. Szezonban hát azt nem fogy. Csináljuk egy reklámot. Csináljuk egy reklámot a véres hurkának, hogy a magyar lakosságot ösztönözzük, hogy vásároljon véres hurkát. Igen, a kolbászt vitték, mint a cukrot, és a hurkapiac meg bedőlt. És nem fogyott. Tehát akkor miért csináltak a disznóból hurkát? Miért nem más csináltak, ami fogyott? Tehát mi az, hogy nem fogy a véres hurka? Egyetek véres hurkát. Tehát ezt nem is értem. Mert ugye tej mellett kampányolnak, oké. Tényleg az volt, hogy belegyorsítottak az ének? Igen, ezt egyébként sokszor eljátszottak. Jézus, sokszor eljátszottak, Jézus, sokszor eljátszották, hogy egyrészt egy picit egy gyerekesebbre vigyék a függelet, másrészt meg viccesebbre. Na figyelj! Azt mondja, én erre nem emlékszem, kaszkót akarok kötni reklám. Igen, elalszik a csávó. Kaszkót akarok kötni. Te mindegyiket tudod, kaszkót akarok kötni, figyelj. Láttunk egy embert gyorsan vezetni, nyomja a féket, nem megy, ladát vezet. Megy le egy szerpentinen. Brutál Tom Cruise. Nem az ideje kaszkó biztosítást kötni? Nem. Megjelenik mellett egy kis angyal, és ő kérdezi, hogy nem kellene kaszkó biztosítást kötni. Ladák versenyeznek a szerpentinen. Jöjjön vissza, kaszkót akarok kötni! Kaszkót akarok kötni! Kaszkót akarok kötni! És fölébredjási. És fölébred valahol. Egy esküvőn. Jézus, atya úr! Ja, azt álmodja, hogy balesetezik, és igen, akkor ezzel elkezd kiabálni, és valami esküvőn van? Esküvőn van, vagy valami előadáson, igen. Nagyon. Na, itt a következő. Trapper Farmer reklám. De jó volt. Hát ez ugye a magyar ruhaipar válasza a Lévisre. A Trapper Farmer. De itt is az, hogy járjál Trapper Farmeron. Igen. Tehát valószínűleg az volt, hogy volt egy hivatalos gyártó, nem? Hát nem tudtál százfélét megvenni, ugye értelemszerűen, tehát a Trapper Farmert azt egy nagy állami cég gyártotta, és akkor a Trapper Farmernak volt a reklámja. Mindegy, hol vetted meg, ugye múltkor dokumentumfilm volt erről, hogy a magyar fiatal ugye szeretett volna magának farmert, és kijárt az Ecserire, mert oda jött be a Lévisz meg az egyéb nyugati áru, és ekkor jött, amit a Jani mondott, a magyar ruhaipar válasza, a Trapper, ami senkinek nem kellett. Állt a Trapper a nagy áruházakban, és senki nem vitte, és akkor erre elkezdték tolni, szerintem egy darabot nem adtak el többet vele ezzel a reklámmal. Na, egy nagy klasszikus. Figyelj! Pécs kesztyű! Pécs kesztyű! Ez. És egyébként tök korrekt program megy alattam. Bármelyik omega albumra felfért volna. Hát lehet, hogy ők írták. Jót is csináltak. Tehát jó minőség volt. Na figyelj, itt a következő. Korra és nemre való tekintet nélkül. A bárhol bármit kenni kell. Munkában és szabadidőben. A bárhol bármit kenni kell. Reggel és... Nők, idősek, fiatalok kenegetik egymást. A bárhol bármit kenni kell. Nők és férfiak a fürdőben. Sportoláshoz télen nyár. A bárhol bármit kenni kell. Mindenféle bőrtét. A bárhol bármit kenni kell. Atya Isten. Szóval mindenkinek... Fabulon. Fabulon. Fabulon a bőre, őre használják is nyakra főre. Igen. Ott még ilyen szlogen is. Igen. Na figyelj, itt van Feri a kedvenced. Ez is egy nagy klasszikus. Ez a
Én vagyok a Skála Kópi. Új, de utáltam, gyűlöltem. Skála Kópi. Ennek a versenynek lett a motorja, jelképe és zászlós hajója a Skála Kópi. Igen. Mint Skála Kóp, és akkor Skála Kópé. Szíve mindig a vásárlóké. De van a lassú és a másik. A van a lassú reklám, amit ugye idéztünk, az még jó. Az bemegyek, kijövök. Igen, de milyen jól kijövök, ha bemegyek. Na, a legjobb 22-ben, hogy húzó, belefért még ez is. Ó, ezt mondom. Ezt én láttam. Én Nagy Lajos is. Te lesz. Régen S-modell, most Sugarbird, ugye? És milyen muzsikálás van mindegyik alatt? Azt hiszem, hogy a Stúdió 11 nyomta föl, ugye a Magyar Rádió legendás zenekara volt, azt nagyon okosan feloszlatták az egészet. Itt még rendes zenészek bejöttek, és ez tessék, 20 másodperc reklámfilmzenét kell csinálni. És mindenki nyomta, mint az állat, és hűgalmatlan muzsikálás van. Felzenéltek, igen. Na figyelj! Egy Hajdú Minimax szuperautomata mosógépben. Erősen szennyezett munkaruhák ugyanúgy kimoshatók, mint abroszok, konyharuhák, vászonholmi, farmeranyagok, színes ruhák, köpenyek, pamut és műszálas ingek. 18 különböző program biztosítja. És ez a B-tót alatta. 18 program, 18 programot hát, tudod adni. Tényleg? Igen, na, az, egy az tudom. Elindul, a kettő a megáll. Igen. Igen. És az egyiket a B-tót volt alatta, hogyha megfigyeltétek. A hang. A B-tót mondta? Igen, tényleg? Különféle finom gyapjuholmék. Jersey és sejem ruhák. Alsó fehér neműk. Zoblik és harisnyák. Sőt, ágyneműk. Takarolják. Nem volt több 16 éves. Zentrifugálással vagy anélkül. De már akkor jó helyen volt. Lome baby holmik. És pelenkák. Na, azt mondja, hogy jó, Hajdú mosógép, oké. Okay. Dohányzás elleni kampány, azt én... Tedd le a cigit, mert előttem égsz, az semmi. Öreg, csak előttem égsz, ha égsz. Állj le a cigivel, vagy állj tőlem odébb. A dohányod a füstbe, csak elég. Nem félsz, hogy égsz. Motoros banda. Csak előttem égsz, ha égsz. És Deuszagja. Állj le a cigivel, vagy állj tőlem odébb. Ne. A dohányod a füstbe, mint csak elég. Nem félsz, hogy égsz. Te miért tudod ezt ilyen jól? Hát, semmi volt, ez nem láttam. Ez... És valami motoros banda jön. Volt, motoros banda volt belőle. Hagyd már abba, és kész. És kész. Hagyd már abba, és kész. Kicsit. Atya Isten. Na figyelj, egy nagyon jó. Köszi. Műszi. Ja, műszi. Igen, tök jó volt. Amit senki nem tudott nagyon sokáig, hogy mi az, nem, ami hogy mi a fene. A reklámot ugye... tudtad, hogy műszi, de hogy igen. Mit reklámozott. Zseni volt. Igen. Ő ugye kijött a Balatonból, és azt mondta, hogy műszi, leemelt a kalapját, és azt mondta, hogy azt mondta, műszi, leszállt gépről, bejött egy ajtón. Ő mindent csinált. És olyan volt a zene alatt, mint egy ilyen korai bonanza, hogyha megfigyeltek. Azt mondja, hogy MÁV reklám. Figyelem, a vonat azonnal indul. Szalad egy pár, és lekésik a vonatot. Lemaradtunk. Mert hiába mondtam, hogy váltsd meg előre a jegyeket. De ha elindul a vonat, megvan. Igen. Vasúti menetjegy és hely egy elővétel, gondtalan utazás. Tehát ezt meg kellett vásárolni. Meg kellett vásárolni elővételben. Jaj, de jók voltak ezek. Még van egy OTP reklámunk. Ha ezért nincs meg, se baj, jövünk. Az mi volt? Se baj, jövünk. Igen, ha elromlak mindenféle ebben. De tisztító. Ja, tényleg valami tisztító reklám volt az. Se baj jövünk. Én meg tudod, mit keresem? A City Grillt. Emlékeztek a City Grill reklámra? Az ilyen forró kolbászok, hamburgerek. Flipperöcsi nyomta, és ír popzene maga. A Mekinek ugye létrehozták a magyar verzióját, ráadásul a Váci utcában, tehát a régi postában nyílt ugye az első Meki talán, bent a Váci utcában, aztán a Nyugatinál, és hát megszületett. A tavernában. A City Grill. Ja. A tavernában. Ő is ment is, szerintem sokáig ezt szerette. Igen, olcsóbb volt, brutál jó hamburgereket csináltak. Igen, na figyelj itt a City Grill reklám. Ha elindul. Csirke, falató, flipperöcsi. Ne menj tovább! Ha erre
Isten. Atya, nem egy tovább, ha ennél maradsz, jó. Igen. És hát ugye kis dobozokban megjelentek a csirkefalatok. Igen. Fővárosi takarítóvállalat volt a Seba jövünk. Egy nő sikoltozik az ablakban, és két sárga ruhás takarító ember. Se baj, jövünk. Nem? Ez nincs meg? De így, hogy mondod, megvan maga a dallam, de nincs meg. Hát még volt egy csomó. Látunk, oly piszkos az ablak üveg, hogy semmi se látunk. Se baj, jövünk. Na hát. Kuszlepi a házfalába! Se baj! Méreg, milyen méreg, fogám rovar, undok, féreg! Se baj, jövünk! Szállom hazám főhelyen, piszkos lett a szőnyegen! Se baj, jövünk! Ha mondanak a takarítás, erre keres valakit, takarosan takarítom, s ön még meg is takarít! Takarosan takarolt. Atya úristen. És ez mi volt, amikor rohangáltak a nyugdíjasok, és lecsúszott valaki a korláton? Az a sárvári termálkristály. Igen. Az, hogyha fájt valami, akkor ez a kristályt beraktad a fürdővízbe, vagy, és akkor az segített rajta. Igen. És egy néni csúszott le egy korlát. Aztán meg föl. Sárvári termálkristály. És csúszik le a korlát. Vágás, kaszkadőr. És azt hiszem, hogy vissza is megy aztán. Igen, vissza megy az elég szűk. És a bácsi is lecsúszik. Bácsi neki szalad kalapban, kockás kis zakóban, és fölugrik a trolina. De egy olyan brutális oda, mint a Tom Cruise nem ugrik ilyet, ez a Mission Impossible 5-ben. Hát ezek jó korlát. Tamás? Sas azért is. Sas Tamás volt azt hiszem a rendezője ezeknek, ugye? Sas vagy István? Sas Tamás. Tamás volt a rendezője, és egyszer elmondta, volt egy beszélgetés, hogy kérdezték, hogy hát miért ez, mert volt például egy olyan tejreklám, ha emlékeztek, egy boci állt a képernyőn csíkos zokniban. Megvan? Igen. Mind a négy lábán a bocinak csíkos zokni volt. Ez nekem nincs meg. Nincs meg, és akkor ő mondta, hogy gyakorlatilag trükkjük nem volt, tehát nem volt még a technológia olyan Magyarországon, pénz nem volt rá, és azt mondták, hogy ezekkel kellett valamit csinálni, mert ott állt a tejipari vállalat, és mondta, hogy van egy tehenünk, vele kell reklámfilmet forgatni. És fölraktak rá négy? Hát négy zoknit, és utána annyi trükköt tudtak csinálni, hogy egy lépést fölvettek a tehénet. Igen, meg vissza egyet. És oda-vissza lépett a tehén, és ment, hogy így állt. Ki az a Spielberg? Hát mi az az avatar, érted? És lépkedett ide-oda a tehén. Ide-oda a tehén, és ment valami dal, hogy így állt tehet. Őrület, hát szerettük ezeket. Na, ez volt a 22 legjobb reklámfilm. Nem néztük meg mindéket, a legjobbakat egyébként. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Ha minden igaz, akkor Gangsta Zolit hívjuk, és ugye bunyóba keveredett az egyik rajongójával. Nem? Igen, hát a rajongó, hát abból a szempontból a rajongó, hogy kim volt egy Gangsta Zoli koncerten az illető, csak a rajongók általában a rajongásukat nem azzal szokták jelezni. A rajongásuk tárgya felé, hogy leöntik többször is sörrel egy koncert alatt, amit aztán ugye a Zoli állítólag megunt olyannyira, hogy ugrott egy ilyen izét, egy ilyen Erik az angolnás csukafejest a tömegbe, és aztán elkapta a fickót, és így meglegyintette néhányszor. Aztán még így beszállt még így harmadiknak a Big Daddy Laca is, állítólag. Úgyhogy hát mert a ilyen... banda összetart, tudod, igen. Azért ott menni kell, és meg ők is látta, többen voltak. Meg már fekszik a csávó is már, nagy baj, nem lehet. és verekedésig fajult a dolog? Hát, és igen. Aztán volt egy ilyen kis pofoszkodás. Kis agyabúgya. Egyébként szörnyű rossz dolog, de biztos nincs voltatok már mondjuk konferálás közben, hogy állsz egy tömeg előtt, és van két ember, akinek az a szórakozás, hogy téged csesztet. Zenében ugyanolyan rossz dolog, hogy most ott van. Ha nem tetszik, akkor el kell menni. Tehát tényleg marha idegesítő, és mondjuk ezt még leöntenek közben sörrel, akkor lehet, hogy én is ugrottam volna. Miért állnak az elsősorban olyanok, akik egyébként kötekedni akarnak? Vagy beállnak az elsősorban, de mutogatják a középsőjukat, nem szeretik a koncertet, anyáznak, rondán beszélnek, és szidják a felmenőjét. Miért áll oda az elsősorban? Hát állítólag ő az a csáva a falu balhé generátora. Igen, a falu balhé generátora volt, tehát ő direkt azért ment oda, hogy na majd megmutatjuk, hogy igen, ez állnak, hogy... Béla vagyok, baj, kategória. Ja, és még egyébként lehet, hogy kedveli is, de csak azért is elkezdi csinálni, mert a balhé az jó. Hát most nem volt jó, kapott. Mert a múltkor bejött. Amikor a fásiék voltak itt, akkor kisgrófolyéknál bejöttek, akkor megnézzük, mi történik a Zoliéknál. Na mindjárt megkérdezzük, mi történt. Itt van velünk Gangsta Zoli. Zoli, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello. Ezt látok, komolyan mondom,
ahhoz, hogy érdeklődjetek utána, hogy lekeverjek valakit. Igen, látom. Á, gyerekek. Figyeljétek magatokat. Egyre magasabb az inger küszöbünk. Bizony, már csak ki lehet bekerülni a műsorba. Az, hogy vezetjük a mahasz listát, meg ilyen szarni rá, mi? Tehát nem érdekes. Á, ne vicce. Hát csak azt küldtél lemezt? Nem küldtél lemezt, így az nem érdekel bennünket. Ja, értem. Bocsánat, jó, vettem az adást. Igen. Na mi van, te még ilyenkor fel tudsz kelni, egyáltalán tudsz velünk beszélni? Hát én azt hittem valahol hajnalban éppen húznak arrébb, átlépnek rajta, és azt mondják, az Oli, az ne bántsátok. És kint vagy a szigeten. Lesz. Igen? Hétfő hajnalban volt a Robi után, meg hát beleveszem Robiba. Láttam azt a jól sikerült interjúdat, amikor valami internetes portáltól valaki oda ment, Zoli, légy szíves, mondd el, hogy tetszett a Robi koncert. Az egy nagyon szórakoztató interjú. Nem voltam már olyan jól. De szerintem túl jól voltál. Egy barátommal lészünk, és csak valami, azt nézd, milyen része. Azt nézd, mennyire készen van. Úristen, neki. Nem voltam már annyira jól. De én ezt elmondtam egy barátomnak, és azt mondtam, hogy Zoli, hát tőled ezt nem, hogy lenéznek ezért, tőled ezt el is várják. Tehát az a tégi, hogyha nem így vagy. Igen, ha adtál volna egy teljesen normális interjút, akkor azt mondom, hogy már Zoli se a régi. Jól van, józan a szigeten, és egyszer csak úgy beszél. Hát most annyira régi volt, hogy még régi. Igen, és az a kis félrehúzott fejkendő ott a fejeden, ahogy állt. És... Úristen, mondom, nagyon nagy buli van. Tegnap nem volt ilyen nagy buli, ezért most felkeltem időbe, mert megyek gyurelni, és utána viszont mától fogva minden nap játszunk 4 napon keresztül, tehát holnap már olyan leszek, mint hétfőn. Na, nagyon jó. A gyurelni az micsoda? Hát gyúrni? Persze, gyúrás, egy kis gyúrás. Ja, azt hittem, hogy így készülsz már ennyi idős, hogy rákuporodsz a fajanszra, és már így hergeled magad, hogy nem volt elég rostos, már kicsit így az 50 felé az ember, már minden reggel kicsit felhúzza magát. Meg tudom csinálni. Na, de mi volt ez a balhé, hogy valaki beszólt neked, mutogatott, és lementél, vagy mi történt? Kicsit már arrébb volt, de egyébként nem volt ilyen nagyon nagy ütlet, picit azért túl lett fújva, ismerjük a bulvár újságírást, de egyébként az történt, hogy feléptünk egy, nem tudom, falunap, városnak, már nem is emlékszem a nevére a helységnek, most hirtelen nem jut eszembe. Ezzel most megsértettem sok embert, bocsánatot kérek, de hát nagyon sokat játszunk, hál' Istennek, ezért nem emlékszem minden helyre. Elmentünk, elkezdünk játszani, nagy lelkesedés, és jön előre egy ember 2 sörrel, ilyen jó nagy darab traktoros kinézetű srác, és 2 sörre jön, mondottam, hogy hol nekem sör, de kedves aranyos. Nézzük, hogy törekszik át a tömegen, és hozza a söröket. És azt hittem, hogy így leteszi, mert ilyen elő szokott fordulni, hogy leteszik így a sört, meg a kis rövidet, és akkor mutatják, hogy Zolikám, hogy nyugodt a fogyasztó. Nagyon mutatni nem kell, mert akkor már rajta vagy, ha odaért hát a színpad szélére. Már hasalva repelünk akkor, persze. És kérlek szépen, fogta, és előre jött mosolygás, én is visszamosogok, és nyakon öntött a 2 sörrel. Tehát úgy, hogy reppelés közben kaptam 2 korsó sört a mellemre. De te lent voltál a közönség soraiban? Nem, de hogy is fölfelé. Nagyon ügyesen öntött fölfelé, hát azért jó erőben, mondom, hogy traktoros külsejű srác, fölfelé húzta meg a 2 sört, és az így mellmagasságba talált el engem. Azon egy ilyen füst jött a fülemen, tehát mikor kész a levestől, és a gőz dobálja a fedőt, úgy a fejemen, ugyanúgy a fedő. Én fogtam, eldobtam a mikrofont, és fejes le a közönségbe, és elkezdtem kergetni a manuszt. És akkor így a zenekar még hallottam én egy ideig, becsülete nyomták énekes nélkül, egy hang még. De aztán egy idő után abba hagyták, és ők is inkább nézték a mérkőzést, és akkor előre mondtam, és egy jó eltalált pofon, nagyon sokáig tanultam azt a jobb csapottat, most jól bejött. És akkor Lacika még utolért engem, Big Daddy, mert ő azzal mindig velem van minden, jóban, rosszban mellett. Édesem! És utolért, és még egy tenyerest rárakott. És ezzel a felkérdés, hogy mit csinálsz a főnök, te nem szégyeled magad? És akkor az ember már sikított, hogy húzzák ki és mentsék meg. Aki 2-szer akkora volt, mint mi, de a beengedők így elhúzták akkor már. És onnan... kergetőztetek? Vagy igen, én még nagyon akartam rúgni, tehát nekem tényleg jött a füst a fülemből. Aha. És akkor a menedzserünk, a mindenesünk apukánk, Angere Rati, ő lefogott, hogy Zolika, vége, nyugi, gyere hátra, nyugodjál meg. Az órám is leesett, elszakadt a szíja, tiszta ideg voltam. És akkor nyugi, hát elvitt hátra, lehiggasztak, letakartak vizes lepedővel, lehiggadtam, és utána folytattuk a koncertet. Na. Az igaz, hogy megtapsolt a közönség téged ezután, igen, az akció után, mert ez a csávó ugye a falu rossza. Hát a kis ba-
barna testvéreim oldalt úgy néztek engem, mint az Isten onnantól kezdve, ilyen csodáltak. Tehát, hogy nagyon örültek neki, hogy ilyen hogy igaziak vagyunk, hogy nem csak fék ez az egész, hanem ez igazi. Mikor azért az vicces lett volna, hogy egy ilyen párducugrásra egy vetőc félreáll a tömeg, és leesen a tömegre azért. Vigyázzatok, és mindenki arrébb áll, tudod, nem kapnak el, mondjuk. Rosszul sikerül stage diving, igen. Fölállsz, meghajolsz, és visszamész. Eltört arccal tovább folytatom. Igen, vérző orral énekelsz tovább. De azért ez nem egy sűrű életkép, hogy így belétek kössenek. Vagy, de nem, azért... nem, abszolút nem. Tehát tényleg tök jó hangulat van minden bulinkon. Mulatság van, lemegyünk utána, piázunk a közönséggel, haverkodás van. Ez nagyon ritka, hogy így belé. Régen volt ilyen, mit tudom, még a kezdetek kezdetén, amikor még próbálkattak, fölpróbáltak, hogy gyeng szeret, tényleg, akkor nézzük meg, milyen kemények, és akkor volt egy pár ilyen. De az elmúlt. De mindenhol vannak ilyen helyi menő arcok, akik egyébként látod, hogy ott áll az első sorban, nézeget téged, kicsit mutogat, nem kell mindig felvenni, de azért így látja az ember, hogy ő benne lenne. Azon múlna. Mindenhol van ilyen, nem? Én olyankor kekedsz vagyok. Tehát volt olyan, hogy még régen Miskolcon volt egy ilyen srác, de az még 90-es évek között, mikor elkezdtük, hogy is mutogatott, te rohadjál meg itt a lentről. És nézd, mindig így mutattam neki, miközben ment a zene, hogy nem hallom, gyere már közben, nem hallom még mindig. És mondja, te rohadj meg, tu szemét állat, utála. Nem hallom, gyere már testvér közelebb, és mentem egyre közelebb, és akkor jó közel jött, akkor egy ilyen emberten tockos. És hú, akkor aztán ő neki jött a füst a piliből. Figyelj csak, miért csinálhatják ezt vajon? Tehát mi ebben a jó? Pont azt fejtegettük, mielőtt hívtunk téged, hogy áll az ember a színpad előtt, és mondja az előadónak. Nem a színpad előtt állt, ő egész hátul. Hát most mindegy, tök mindegy, hogy egész hátul. De én azt hallottam, hogy ő már hátul mormogott, hogy hát ilyen rondán beszél, hogy sok gyerek itt van, így beszél ez. Na, én leöntöm ezt a csávó, hát én ezt nem tűröm tovább, én ezt leöntöm, ezt a gangstát. És akkor már ezt így hallották, hogy ő ez jött előre. Egy nyomósér, hú, milyen rondán beszél, leöntöm. Igen, beszél. Rondán beszél, leöntöm. Igen, nyomósérvek azért ezek. Hát, igen, ez tudod, hogy Axl Rose is előszeretettel csinálta. Tehát ő abba hagyta a koncertet, lement, verekedett a rajongókkal. A legnagyobb, hogy egy csomó videója van fönt a YouTube-on, hogy valaki beszól, Axl leteszi a mikrofont, és ugyanígy abban a pillanatban ugrik, és iszonyat a slash meg. Nagyon-nagyon tűnt a szemembe, hogy igen, akkor most eljöttek az ő pillanatai, hogy hosszabb szóló. Igen, valami, levágja a mikrofont, lement a színpadról, és kész, vége volt a koncertnek, tehát Axl is hasonlóan. Zseniket lehet látni. Sebastian Bach, a Skid Row egykori frontembere, ő talpasokat szeretett ugrani, tehát ő nem fejest ugrott, hanem beugrott a tömegbe, és én nyújtott lábbal előre. És akkor arc el jobbra el. Ez egy nekem nagyon szimpatikus dolgok. Hát figyelj, ez a Saba borsa, jégkorongnak is a bunyó a Saba borsa. Hát nem hiszelj, ez nagyon, nagyon jó. Így van. Hogyha meg figyelj, gettó rendben gengszem, kérdezi, elsírnám magam, leöntenek. A rep hát, csak ürügy. Ez sem valahol balhézni, csinálunk egy pár koncertet. És miután lenyugodtál, letakartak a vízes lepedővel, visszamentél és folytattad a bulit, hogy szevasztok, itt vagyok. És sokkal nagyobb sikerünk volt. Tehát én köszönettel tartozom ennek az embernek, puszilom innen is. Hősök vagytok azóta ezen a helyen, igen. Robi, hogy tetszett? Milyen volt? Ne azt a verziót mondd, amit az interjúban elmondtál, de valami kicsit rádióbarátabb verziót kérünk jó, szépen, Zoli, jó? Akkor mondom, tudom, hogy szuper nem voltál egyébként. Igen, mert én nekem ők nagyon jó barátaim, Szabikáim, meg ők azt szeretem is, amit ők csinálnak. A Robit azt így megnéztem el, hogy ekkora név, akkor már nézzük meg, kimentünk, és kérlek szépen a következő történt, én azt hallottam, hogy Boromi Rekett. Igen. Ugye nem volt már nagyon sok hangja, de ez nem baj. Nekem az nem tetszik ebbe az egészben, hogy a konferenciák ez a ez meg ez ordítozva, mint egy metal csapatú konferát, és azt vár az ember, utána beindul egy trash. És ezek után hogy ordítozik, hogy motherfucking ez meg minden, utána elkezd egy ilyen dat, hogy és akkor azt mondja, hát ez nem jön össze ez a kettő, hát hogy? Mert azt, hogy a Biohazard vagy a Slayer az így konferál, az rendben van, de egy Robi Williams nekem ne konferáljon így, főmeg egy pofon vere. Angels. Kaka. Á, igen, de azért szerethető volt. Hát szerethető, szeressétek gyerekek. És a szuperre milyen volt, jó volt? A szuperre az király, hát az mindig jó. Na, Szabiék jók egyébként. Az mindig jó. Igen. Akkor 4 napig folyamatosan játszol, de 4 napig nem a szigeten játszol, hanem össze-vissza mentek mindenfelé. Nem játszunk itt, nem a szigeten, és strandfesztiválon leszünk jövő héten, viszont most folyamatos vidékek vannak. Ma a Sex Actionre megyünk Tokajra, tehát holnap Csanádapász a kártel, holnap után Debrecen kártel, és aztán Vecsés kártel. Azt.
hogy van egy ilyen kis sorunk. A híres Vecsési Kártel koncert. Igen, igen, igen. Hát és Csanád apáca ott van új kígyós mellett. Kovár oda helyezte át a Medellínből átment a Vecsésre. A nagyon durva a jubileumi Vecsési Gangsta koncert. Nem, az jövő héten lesz a Strand Fesztiválon, meg szeptember 5-én a Barbanegra trackbe, oda gyertek ti is el. Na hát most, hogy így elmondtad már. Egy Strand Fesztiválon, tehát helyes idős nő, nyugdíjas nénék, gyerekek és pöttyös labdát. Lángos, kész a lángos, két gulyás, egy hek és három ízes. Tovább fog tartani a kérgetőzés majd tanga papucsba. Várjál, mert ez, amit mondtok, ez az a hely volt, ahol volt ez a kis pofoszkodás. Ez olyan hely volt. Nénik, bácsik, fiatalok, öregek, gyerekek, minden. Tehát ez olyan volt, ahol takar, hogy nagyon szívesen elmentünk, de nem igazán volt való az, hogy madafaki niga. Igen, itt valaki írja, hogy ez városnak volt Újhartyán 3:45-kor délután. Hoppá! Na érted? Nincsennél jobb Újhartyán 3:45-kor délután, hogy kicsit papáson verekedni. Ez jó! Ez a kártel. Nem papással verekedünk frissen, hüdén. Fitten, ne hülyeskedj. És egy kis Big Daddy helyesen rohant utánad, annyira cuki. Persze, én pillanatok alatt befogtam a távot, mert a traktoros nem volt olyan gyors. Imádom. Én meg fürge vagyok, mint az üregi nyúl. Úgyhogy én gyorsan utol értem. Ez tök jó, mert amikor fáradta, megjelent Sancho. Na jó, friss erővel. Jó, van. Hát ezért kedvelünk, Zoli. Gyerekek, nagyon vagytok. Pont ezért mondom, fel akarok beszélni, akarok veletek, akkor lekeverjek valakit, jó? Ennyi. Valaki pofoz. Rendezd a dolgot, Vecsésen üzemszerűen hívunk másnap. Jó, és akkor hétfőn még kedden dumálunk. Kösz. Jó, csak egyet ígérlek, gyereknapon ne verekedj. Hát én az óvodában egyszer megtámadt egy 6 éves kisfiút, egy reálmez volt rajta, mondom, gyere ide kisfiú, mi ez rajtad? És akkor a többi anyuka mondta, hogy úristen Zoli, ne csináld, ez csak egy 6 éves kisgyerek. Ne, reálmez van rajta, ezt nem hagyhatjuk, Atletico az egyetlen csapat, na gyere csak ide. Mondom, ez kis mit csinál, apukám, mert a reálmez, nem, veszek majd én neked rendes Atletico-t, ezt égessük el. Teljesen az gyerek, az kész volt. Kész, rosszul volt, mi nem értettük, mi történik. Jól van, vigyázz magadra, beszélünk, Zoli, köszi. Ciao, köszönjük szépen, hello Zoli. A nagy Vecsési koncert, nem meglátjuk. Meglátjuk. Igen, a Vecsésiek már írtak, hogy ők lehet, hogy ki tudják ütni a gombot. Zoli, jó gyerek. Rákészülnek. Abszolút nincs ilyen. Tehát, hogy őt nem bántják, azért ő nem egy kötekedő srác. Tehát egy ilyen galamb lelkű srác. Egyébként. Tényleg. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Állítólag már itt van. Megjött. Már tegnap megjött. Már megjött. Kibérelte szerényen a Four Seasont, leszállt a magárepülőgépével. Ahogy kell, gyerekek, ahogy kell. Így kell megérkezni. Megjössz a magárepülőddel, kiveszed a Four Season egyik szintjét, ugye Robbie Williamsről van szó, megérkezett a több száz fős személyzet, zenekar, 2 kamionnyi, 3 kamionnyi felszerelés, 2 busznyi személyzet. Most úgy személyzet, ez egy rossz ízű szó, ugye, hogy a zenekar, a szakács, a személyedző, a feleség, a gyerek. Tehát körülbelül ennyien kísérik, hát ebben ugye a ródok, ebben mindenki benne van. És nem mozdul ki a szállodába. Nem mozdul ki a szállodából. Tegnap már állítólag bejárták a helyszínt, a stábja, ugye megnézték a színpadot, meg gondolom egyeztetek egy csomó mindent, színpad átvétel, stb. Az öltözőt is megnézték. Az öltözőt is megnézték. Speciális igényekkel. Nagyon jó volt a levél, azt nem tudom, olvastatok-e részleteket. Van egy úgynevezett rider, egy technikai rider, amit minden zenekar elküld egy ilyen fesztiválra, vagy a koncert helyszínére, hogy milyen igényei vannak. És akkor itt ebbe benne volt az, hogy nincsenek különösebben nagy igényei a művész úrnak, de merjétek elengedni a fantáziátokat. És hogy azt írták még, hogy annyi cucca jönnek, hogy nagyon szépen kérik, hogy a teljes hátteret, a backstage területét, azt pucolják ki, mert nem fognak elférni. De hogy ez komoly. Tehát, hogy annyi motyó lesz fenn a színpadon, fénytechnika, hangtechnika, hogy senki nem jöhet be hátra, mert egyszerűen nem férnek el. Tehát az, amit te mondtál, hogy 200 ember, az tényleg annyi. Hívjuk majd... Robit, igen, fölhívjuk 9 óra után, föltárcsázok a Four Season. Nem, Gerendait fölhívjuk, hogy csak kizárólag Robiról meséljen nekünk egy kicsit. Mit kért, milyen igényei voltak... Nyilván az ember érre, hogy mennyibe kerül Robbie Williams, nem fog elmondani. Csak megközelítőleg mondjon egy összeget. De előtte csörögjünk már a szállodára, hát hagyják. Hát hagyd kezdő recepciósra beszélünk. És adja, tényleg. Le van egyeztetve egy interjú a Robbie Williams-szel. Kapcsolja kérem a hotel szobáját. Kapcsolja. Jó reggelt kívánok. Én Sebestyén Balázs vagyok. Robbie Williams-szel szeretnék beszélni. Ez jól hangzik. Kapcsolom. De most miért lehet? Hát egy kezdő recepciósnál hátha.
föl vannak ők erre készülve. Két vagy három évben fölhívhatjuk a Four Season. Azt hiszem ott van. Fölpróbáltunk valakivel kapcsolatba kerülni. Dán Stallone volt itt, vagy a Schwarzi volt itt, amikor hívogattunk valamilyen szállodát, és visszahívtak a szállodába, hogy igen, köszönjük, nem beszéltek, emlékeztek? Aha. Hát ez volt ilyen. Igen. Valakivel beszélt. Hát ha. Ja, mindjárt megnézem. Nem lehetnek már ennyire, hogy is mondjam, csak érted, ilyen nyáspolgárok, meg bürokraták, érted? Ha Salgó Hotelbe szállt volna meg, is oda csörögni, biztosan. Hát na ott igen, mert ez rendes hotel. A Salgó Hotelben, igen. És akkor mit csinál most ott? Ül szegény a szállodában, és nem mozdulhat ki. Szörnyű élet ez a rockstárkodás, nem? Hogy most ott ülsz a szállodában, nem mehet sehova, rajongók már biztos lent vannak a halban, meg a hotel előtt. És hát a Robi nem tud kimozdulni, mert szétszedik a csajok. Hát igen, hogy jó az, hogy ekkora sztár vagy, meg magárepcsi, meg, de hogy egy lépés nem tudsz. Nem olyan rossz ő, vagy nem olyan rossz az. Tehát, hogy ráadásul az a típus, hát aki lubickol ebbe. Igen? Hát, elég megnézni tényleg, ahogy tudom én a Twitterét. Orba szájba mindig fenn van valami, mindig kitalál valami baromságot, tehát hogy ő azok közé tartozik, mint amilyen a Robert Downey Jr. is, hogy előszeretettel posztolgatnak magukról, és hogy imádják a nyilvánosságot. Szerintem ő lubickol ebbe. Azt tudom, hogy a zenekar már, amikor itt volt, még tavaly nem, akkor nem aludtak itt, de vagy 3-4 évvel ezelőtt, akkor mondta, hogy ha szeretné találkozni Robival, akkor mi el tudjuk intézni. Tehát, hogy a zenekar volt, egy fehérhajú gitárosa volt, nem tudom, most az gitározik-e vele, ő volt a legnagyobb csajozógép, és ő a magyar csajoknak is mondta, hogy persze, mert ugye ők le tudnak jönni azért a halba, meg nem tudom, és akkor is a Four Seasonbe szálltak meg pár évvel ezelőtt, és hát voltak, akik kimoltak, mesélték, hogy azért a zenekar előszeretettel aratta le azt, amit ugye Robi nem tudott, a zenekar előszeretettel castingolt ugye Robinál, és hát mondták, hogy persze, természetesen beviszlek Robihoz, csak tudjuk az utat, csak az én hálószobámon keresztül. Te szívjuk el a békepipát. Igen. Ha meg kell tenni, hát meg kell tenni, mondták a lányok. Aztán szerintem kicsit csodálkoztak, hogy miután a dolog megtörtént. Nem biztos, hogy... Ülj le a halban, jövök érted mindjárt. Jövök mindjárt, viszlek Robihoz. Nem vitték őket Robihoz. De hogy a fehérhajú állítólag legendák vannak róla. Legendák vannak róla, hogy ő nagyon tudott. Fehérhajú gitáros? Ez nem az alapi Pisti volt, csak oda ment potyázni. Igen, én vagyok Robi Williams gitárosa, mondta az alapi angolul. Nem, állítólag a fehérhajú az őszhajú gitáros. Az gyerekek az szörnyű dolgokat művel. Hát, figyelj, most van olyan csaj, aki megpróbál így eljutni tényleg? Tehát, hogy megéri, hogy akár a gitárossal is, csak hogy eljusson Robihoz, azért ott olyan bevállalósnak kell lenni, nem? Hogy gyere, bébi, ha velem együtt vagy, akkor beviszlek Robihoz is, hát azt nyilván nem tudta elvinni. Hát, még lehet, hogy az sincs benne, tudja. Hogy lehet, hogy tudja is, hogy nem fog a Robihoz eljutni, de Robi gitárosát beírni a noteszembe és kipipálni, az lehet, hogy neki jó. Azt mondja, hogy figyelj, lefeküdtem a Robi gitárosával. Uh-huh. Ennél közelül nem kerülhettem Robihoz. Igen, ők már egyszer kezet fogtak, igen. Tehát megvan az érintés. Nap mint nap találkoznak a színpadon, majdnem olyan. Meg hát azért egy házas emberről van szó. A gitáros? Nem, az nem Robi gondolnám, esetében. Persze, hogy Robi csajozna, persze. Nem, meg nagyon helyes egyébként, viszi mindenhova. Ki tudja, hogy náluk hol kezdődik, mi van abban a házassági szerződésben. Ez is igaz, hogy, igen, de hogy viszi a családot mindenhova, most is állítólag hozta, itt van. Tehát, hogy az a tök szimpi, amikor már egy ilyen nagy rockstar, egy popstar így lenyugszik, nem? És akkor kicsit már egy család gyerekezik, egy gyerek, két gyerek, már nem is tudom, hol. Hát figyeljetek, ez mindig szimpatikus. A nagyon hosszú ideig védjegye volt, azt hiszem az Angel című dalra, hogy fölhívott egy lányt, akinek elénekelt, elassúztak, és ott mindig megcsókolta a végén. Hogy most például kötszúgyházassági szerződés, hogy anya, oké, csak a tiéd vagy. Nem hiszem, hogy ezt beleírod. Meg, hogy nem hiszem, hogy ezt beleírod, hogy lesz egy világ körül turné, és ott mindenütt. Mindig fölhívok egy lányt, és az Angelre csókoltam. Igen, műszáj. Azt ő csinált egyébként tényleg, hogy ugye volt egy nagy világ körül turné, és ott minden állomáson egy nőt összeszedett egy hepatitis tényleg. Azért bevállalós egyébként, azért bevállalós. Igen, tehát azért egy oké, jó csaj, de azért érted, hát azért az nem tudhatod, szóval, hogy így engem, érted, csak közelről veszed észre, hogy most pont vele világított a szemembe a reflektort, ott már nincs kiút, ott már azért kell. Azért nem vagyok benne biztos, hogy nincs lebeszélve. Nem, nincs. Magyarországon egy olyan lányt hívott föl, aki nálunk dolgozott a Zene TV-ben. És nem, de ő elsősorban tomboltak, de nem volt lebeszélve. És a csaj meg volt őrülve Robiért. De hogy ilyen konkrétan szerelmes volt vele.
És ugye tudták a magyar csajok, hogy, hogy Robi Magyarországon is majd felhív valakit, és koncertjegy megvette, beállt az első sorba, integetett, brutál merre kirak, és Robi felhívta. Zerba. Robi felhívta, és mindenki hétfőn a Zene TV-nél kérdezte, hogy milyen Robi vagy csokorozni, és azt nagyon zöld dalmásrág volt a szájában Robinak. Tehát is ismerem a csajt, aki csokorozott. Most kint lesz vajon? Megint első sorban? Robi? Biztos. Hát, ja. Ezt mondjuk meg többet, hogy egy Robi koncert előtt. Nem. Nagyon sokáig kellett ecsetelni azt a herpeszt a szájáig. Azt mondta, hogy elég egyszerű. Háromszorosára duzzadt a nyelv a csajnak, mert Robi nagyon harap állítólag. Igen, ő zenetévés. Robit elnéznétek a feleségeteknek, hogy a nagy rajongó lenne? Hát azért érted, vannak a földi halandók, aki azért ne csaljon már meg. De Robi van. Tehát, hogyha fel, Viki Zsóriási Robi rajongó, brutálisan meg van érte őrve. Tehát mondjuk az első sorban, mit tudom én, menne, és akkor egyszer csak azt láttam, hogy te! Figyelj! Halla, tűlök valahol, ott tudod kimenni, egy Robi valaki. Ja, az Robi? Ja! Csajra! Mindenre! Ez az! Fogd meg, Viki! Fogd meg neki, hogy csúnyálja! Ezt a tiszkóval szíved, gyerekek, az ott nem a nejem! Viki! Hát rácsörgök már fel, nem veszi fel, és na, gújjön, nézem ott az óriás kerék mellől, hát nézd már meg a dalap feleségét. Nem vagyál rá féltékeny, nem? Hát most... Hát érted, neki ez munkaköri kötelessége. Már kinek a feleségem? Hát, nem, Robinak. Robinak. Van Pali szerintem, érted? Aki nem engedné föl a feleségét. Tehát van, aki megőrül attól, de ez nincs az a baj, ha a feleséged, a pasid valamilyen világsztárra rá van indulva. Én nem tudom arra nők, hogy lehetnek féltékenyek, tehát rengeteg, mint a Charlize Theron, jó nő, szép nő. Most vannak nők, akik kiakadnak, hogy az én férjem milyen alapon néz rá egy nem tudom, egy sztori magazinra, ahol Charlize Theron benne van, és erre valaki ideges. Engem például nem zavar, hogy oda van Robiért. Hát, tényleg, tehát hogy bennem ilyen semmiféle frusztrációt nem okoz. Hát most fölhívná, vagy van, csinálja még ezt a csokorózó kis kürt, és fölmegy. És ha mondjuk most a felszaladok én is, és átölelem őket. Csináld meg. Egy közelít, hogy hát ha mondjuk a Viki az a típusú rajongó lenne, aki most ott áll a hotel előtt, és így Robi lemutatna, hogy te, gyere föl. Picit messzire mentünk azért, a feleségem áll a forszízen. Menjen, vigyél, engem vigyél. Oké, kicsi, menj csak, addig iszom egy kávét. Itt várlak, járunk. Állítólag nagyon jó az a hertortájuk. Lemegyek, sétálok egyet a Dunaparton. Igen, addig veszek valami édeset a gyereknek. Persze, menj csak. Nem, hát azért, hogy 20-22 éves lányok állnak, azért 40 évesen ott állsz a forszízen, hogy hát a téged viszel, Robi, azért mi? Komoly baj van. Tehát, de és ellenkező esetben mi lenne? Viki már 20 évvel ezelőtt se állt, vagy 10 évvel ezelőtt se ment a forszízen, csak tudta, hogy azért ott voltak Z-plusz dolgozók is voltak, akik álltak a forszízenbe, hogy hát a Robi őket felviszi. Tehát 40 évesen már azért nem gondolnám, hogy ott kéne állni, nem? Kevésbé tudom elképzelni. 20 évesen se tudnám elképzelni a Vikit se, egyébként meg én magamat, hogy ott állok egy hotel előtt, hogy hát ha meglátom, de szerintem egy csomó vannak, akik igen. És a gitárossal el tudnád képzelni magad? A gitárossal simán el. Tehát milyen jó hiszelei van. Hallod. És ellenkező esetben, hogy na. Érted, itt olyan én hazacsörgök, és akkor azt mondta neki, anya, itt ülök a Salma Hayekkel, és az na. Van, hogy én úgy érzem, hogy ebben azért több is van, hogy mégiscsak Salma Hayek! Ne legyél már ilyen, most szeretsz vagy nem szeretsz? Hát nevedd el az álmaimat! Na. De minden, hogy megtudjuk, hogy Salma Hayek Magyarországon forgat, és megszállt mondjuk a Marriottban. Így van. De mit akarsz? Miért mész meglát oda? Meglát engem a kis rövid nadrágokban. Igen, a kis szandálokban. A kis pólóckádban jössz egy ocean-es little szatyorra. Így van. És azt mondja, hogy őt akarom. Így van. Ki az a helyes kis fiatal? Nyalogatom a standard punch vanília csokit. Kicsit már, kicsit maszatos már a fehér pólód, ami rajta van. Igen, vettél pont 4 pár fekete zokit. Így van. Valahol, igen. És kimutat. Őt akarom. Őt akarom. És akkor bevisznek, és akkor hogy hívják? És kíváncsi rám. Kíváncsi, ki ez a srác? Ki ez a srác, aki mint egy villámcsapás? Hogy ez belefér? Betalált nála. Hogy ez belefér egy kapcsolatban? Igen, hogy belefér. Hát ezt azért nem tudom eldönteni. Hát ez Salma Hayek, vagy Robbie Williams. Gondold már még egyszer, mint beszélsz. Na de milyen fölmész, hogy lefekszel Salma Hayekkel? Igen. Igen, és élet tovább. Kéreckedsz? Hát azért kevesen mennek bele szerintem. Drágám, itt a Stallone, hát most elmegyek, hát a kiválaszt, és akkor bebújik az üvegasztal alá. Felvászom az üvegasztalra. Ugye, mert hogy a Stallone-vel kapcsolatban ez a történet, hogy azért ő rendelt egy üvegasztalt, és hát a csúnya, ott egyébként nincs. Én szerintem az imán nem fér bele. Nem?
Hát most azért, ha a férjed vagy a feleséged, nem tudom, azért valaki iránt rajong, és elmegy, hogy beüljön egy szállodahajába, hát a fölviszi magával, azért az át kell gondolod, ja, a házasságodat, hogy beülni, kit de... vettél te el, hogy ott ül 4 órát, nem tudom, a Marriott haljába. De nem, nem ül a Marriott haljában, Jani sétál az utcán a nylon zacskójával, ami mindig nála van, ott megy a szalma hajék, és itt kimutat. Kéz a kézben Mónikával. Elmentem, hogy be, ne. És elmegy mellette egy limó, persze. És kimutat, hogy igen, kimutat a elment, szalma a limóba. Hogy a Deákon lehet kapni, hogy hívják, hogy mit tudom én, érte, citrus illatú WC öblítő. Olcsóbban. Így van, 2-t fizet, 3-at viet alapon, és akkor éppen ott sétálgatok, és akkor a szalma hajé kimutat. Hogy jó, lehet, hogy rá nemet mondana. De mondjuk Mónika Bellucci azért, csak nem. Hát fogja már föl. Odadod a kis, Aliszatyrad, és azt mondod, hogy jövök mindjárt. És ülsz és Salma Hayek elnöki lakosztályában, a kis bőrfotón lelóg a lábad, így lóbálod. Igen. Salma Hayek zuhanyzik, tehát így beszél egy... Igen. Iszol egy gyors őszi levet a minimárból, visszarakod egy Tesco-ssal versze, bontasz egy Raffaellót, nem tudom... Hóha rózsa bimbó lehetnék. Igen. Brutál elnöki lakosztály, ami nem tudom, a haj iszonyatos ágynemű, sejje, minden. Kinyílik a fürdőszobalt, és kijön belőle annyi gőz, amennyi a Széchenyibe egy évben van, és kilép belőle. Hogy hello, Jani, kilóg. Készülök zuhanyozni, nem tartasz velem? Te már veszed a kis szandálodat, lerakod akkurátosan a kis zoknidat, összehajtogatod én stokkam életűre a kis pólódat, és bemész Salma Hayekhez zuhanyozni, és előtte még fölhívod Mónit, hogy egy óra és végzem. Igen. Teljesen igen. Reális szituáció. Igen. És megkérdezi, hogy szén a szalma. Abszolút el tudom képzelni. De nem. Írja nekünk Robi rajongó. Szerelem vak. Írjanak nekünk Robi rajongók. Írjanak olyanok is, akiknek hát ha összejött egyszer egy hírességgel, jó? Keressünk egy ilyen hallgatót. Hát ha volt olyan tényleg, aki mit tudom én, csókolózott Paul McCartney-val. Vagy Jagger ránézett egy bécsi szállodába, és azt mondta, hogy gyere te, és hozd 8 barátnődet. Ugye? Mert a Jagger étvágya azért az világhírű. Tehát hát ha találunk olyan hallgatót, akinek neki valaha... Neki még David Bowie is összejött. Neki még David Bowie is összejött egyébként. Tehát valaha valakire mutatott-e már rá, magyar csajra, magyar pasira, angol, amerikai, teljes mindegy, ausztrál világsztár. Tehát keresünk ilyen hallgatót, aki legalább már odaférkőzött, és intim helyzetben maradt egy világsztárra. Nem kell arra gondolni, hogy most nyilván szex volt. Zimány Linda, ne hívjon minket, mert ő túl egyértelmű. Igen, micsoda, most olvastam pont, hogy ma van címlapon Lindus egyébként. Hát a szerelem végre utat talált. Magyar Zsiliárdos Zimány új pasia, tehát ebben mi a hír? Az, hogy magyar. De volt már magyar Zsiliárdossal. Ugyanaz egyébként? Nem. A vetésforgóban megint rákerült a sor? Tehát ennek egyáltalán nincs már hírértéke, hogy magyar Zsiliárdos Zimány új pasia. Ez ma van az egyik bulvár a címlapján. Nincs benne új információ. Uh-huh. Az, hogy magyar volt, milliárdos volt. Így van. Nem? Tehát nem értem. De miért nem az, hogy magyar kényszervállalkozó vízvezetékszerelő Zimány Linda új barátja? Ezt miért nem olvashatom sehol? Igen. Arról nem hallunk. Na, szóval, drága hallgatók, ki került már rajongóként világsztár közelébe úgy, hogy nem csak egy autogram, hanem esetleg egy kicsit több. Robi rajongók is irattak, azok, akik ott voltak már 4-5 évvel ezelőtt a szállodában, 7 évvel ezelőtt a szállodában. Rátok mutatott-e egyszer az őszhajú, fehérhajú, kaporszakálú gitáros, akinek egyébként szörnyű lehet, hogy én vagyok Robi gitáros, azért így kell csajoznod, valahol baromi nyomorult. Ha bejön, nem? Szerintem nem hát, nyomorult. Fene tudja. Az is igaz, nem kell belőle morális kérdést. Tehát, hogy azért most más. Hülye vagyok, ezt csak én gondolom túl, kit érdekel. Robi gitárosa vagyok. Hogy hívom? Mindegy, Robi gitárosa vagyok. Tehát... Sziasztok, szégyellem, szánom, bánom, Ricsi Szambora vagyok, a Bon Jovi gitárosa. Na de várjál, azért Ricsi Szambora az más, mint hogy találkozhatsz Robival, ha előtte velem vagy, egy ilyen no-name őszhajú csávó, aki egyébként brutális. Gondolod-e mennyire eszembe? Sziasztok, Lepe vagyok, Ákos billentyűse. Sziasztok, Axel vagyok, a kerozimból persze. Na jó, de a kislányok, vagy a nagyobb lányok, vagy az édesanyja, azért mennyire Robi rajongónak kell ahhoz lenned, hogy bevállaljd még a gitárost is? Nem? Hát lehet, hogy a gitárosért rajong alapból. De Robi nem is érdekli. Szerintem abban a pillanatban azért tényleg, amikor észreveszed, hogy ott bármi lehet, akkor elfelejted, hogy otthon van a 3 gyerek, és hogy csirkefarhátért uglottál a CBA-ba. Igen. Szóval ahhoz egyébként tényleg nagyon elszánnak kell lenni, nem? Hogy azt gondolt, hogy odaérsz valaki közelébe. De Robi, amikor itt volt 8 évvel ezelőtt, akkor lement talán a saját lábán! Képzel! Jézus! Atya úristen! Nem, lement a bárba, Marriottnak a bárjába, nem tudom, és egy 2 órát, 1:30-2-ig zongorázott. És voltak, akik megvárták, mert
szerették volna, ha esetleg csak lejön inni valamit hát a bárba. Elsősorban a zongorista, aki... A végre levált valaki. Aki a zongora volt, és akit egyébként ezért fizetnek, és picit félt, hogy aznap nem. Nem tudom. Jó, jó, biztos, hogy jó élet ez, nem? Hát ez óriási. De egy idő után azért baromi elszigetelt is szerintem. Tehát amennyire, hogy ez csak egy ilyen magyarázat arra, hogy az ember megmagyarázza magának, aha, hogy miért rossz. Oda. Szóval, hogy világhírű vagy, de hogy elvesznek tőled valami olyan szabadságjogot, ami azért úgy nagyon korlátoz téged. Tehát lesötétített autó, nem tudsz bemenni, hoznak, visznek, elszigetelt vagy. Oké, ott vagy a Four Seasons-nek az elnöki lakosztályban. Jó, ez meddig? Három elnöki lakosztály után egyébként. Igen. Persze, dollármilliómos vagy, jól élsz, villád van, de ugyanakkor egyébként egy csomó hétköznapi dolog tűnik el úgy az életedből, ami azért nem kevésbé szórakoztató. Hát valaki nem is tudja elviselni az ilyen szintű sikert, mint az AD Studio, Chris Rudy. Igen. Ide valaki Rokko. Rokkonak szörnyű legyenek. De nem, tehát Brad mondta azt például, hogy a legszabadabbnak akkor érzi magát, amikor el tud menni Los Angeles-be motorozni. Egy bukós is akkor rajta. Senki és akkor kicsit fel úgy érzi magát, mint régen, mert hogy már nem tud eljárni moziba, nem tud beülni el, megenni egy hamburgert, nem tud elmenni sehova. És nyilván az egész világ ismer, és világhírű vagy, de amikor ott ülsz egyedül a szállodában, mondjuk két film bemutató között, és még csajozni se tudsz, mert azonnal megírják, vagy lehet, és akar a családjában, mit tudom én, és egyébként ülsz három órát a szállodában egyedül, akkor azért az soha egy vigasz, hogy világhírű vagy, és mindenki szeret és imád. Nem? Ott vagy egy városban, amiben semmit nem látsz. Ami egy nem, meg az semmit nem lehet, nem tudsz elmenni egy és moszba, megjön a feleséged két új gyerekkel UNICEF-es kitűzőkben. Ő kicsoda, ő Zimbabwe-ből. Tegnap még nem hatam volt. Igen, ő a Tanganyika tó mellett szereztük. Igen, Brad, szóval... ez az imidzsünk. Ebből élünk. Ezért szeretek minket az emberek. Hát ők cukik. Nem azért, mert a bátyámmal kavartam. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Ugye kerestünk olyanokat, akik valamilyen utamodon már közvetlen környezetbe, vagy közvetlen közelbe kerültek világsztárhoz. Miről beszéltetek? Mit mondtatok neki? Tette valaki valakinek ajánlatot? Meddig jutottatok? Konkrétumot is lehet írni. 6 évvel ezelőtt tényleg az őszhajó gitáros kitvittel keressük. Jó? Tehát írjátok meg, hogy találkozzatok-e Robival. Azt mondja, hogy Andy Vajna behívott a kulisszák mögé. Feri, igen. És megcsináltam szotyolába. Igen. London Holiday Inn Hotel Hilton kisasszony jött ki hajnalban, teljesen fáradta, hogy hullán beszélgettünk, majd két italt fogyasztottunk, egy puszi a végén volt, ez Csabi írta nekünk. De jó. Ő a Hilton kisasszony, a Paris Hilton? Így van, az igen? Ostobenko. Oh. Ostobenko. Oda-oda érnél azért ostoba, hát, azért nem egy rossz figyelj, csak. Figyelj, szavszorú benne volt, minden kedvence szájba lövi magát előbb-utóbb, mert nem bírják a nyomást. Jani, Szalma Hayek mellett a tusolóban előtt megtaposnád az alsód a vízben? Kérdezi Zsolt. Hogy mielőtt ott zuhanyzó a Szalma Hayekkel azért a farmergatyádat bedobnád, és kicsit áttaposnád ott valahol? Ott. Nem, mert már lent szerintem az aulában lévő férfi vécében kidobnám az alcsomat, mert szerintem már akkor már több helyen pecsétes le. Roger Federerrel találkoztam, az volt a problémája, hogy nem tudott hol parkolni a kocsijával. Ezt Levi. Ők is emberek. Levi küldte nekünk. Azt mondja, hogy engem egyszer az idegenek Pataki Attilával elvittek az űrhajóra. Ne ilyeneket, tényleg. De ilyeneket, hogy én írjatok, hogy most igaz, hogy Freddy megtolt egy magyar ródot. De most a legerő számba megy, azt ne, csak tényleg, tehát szemtanúk, várunk, bizonyítékkal kell alátámasztani, hogy ott. Simában lenne lehet a pakliban, de lenne lehet a pakliban, persze, de hát ezt most nem tudjuk így ebben a formában. Jó? Tehát ki az, aki már egy szállod a hajjában, valahol intim kapcsolatban. De jó. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Ugye azt mondtuk, hogy beszélünk Gerendai Károllyal. Bizony. Hogy egy kicsit megtudjunk néhány kulisszatitkot Robiról, hogy mégis mit kért,
mikor állapodtak meg vele, hogy zajlik egy ilyen megállapodás, mennyi ideje gyúrják már, mert azt tudom, hogy régóta vadászott rá a sziget, hogy elhozza, milyen kívánságai vannak ezen kívánságokból, mennyi az, ami valójában az ő, hát nem is tudom, kényelmét szolgálja, és mennyit kell egy világsztárnak rátenni, hogy kicsit azért ő olyan valóban világsztárosabb legyen, lásd, még nem tudom, csak fehér orchidea legyen az öltözőben, négy embermagasságú tükör, egy fekete antik szekrény. Most M&M szétválogatva. Emlékeztek rá? Ja, és tényleg M&M cukorkák szétválogatva. Csak tehát, hogy nagyon nagy. Tudod. Hogy azért az, hogy? Érted? Csak pirosat eszem. A sárgára allergiás vagyok. Jó, persze. Raffaello golyog, de ne legyen bennük mandula. Anyák. Igen, tehát, hogy mit kérnek a világsztárok, mivel találkozott már, és hogy egyáltalán Robi mit kért. Egyébként a róla szóló hírekben azért azt olvassa az ember, hogy egészen visszafogott volt. Tehát azért azt gondolná az ember, hogy nagyobbat is kérhetett volna. Bár ez egy egészen friss hír, állítok, hogy helikopterrel akart megérkezni. Ó, én azért ezt kedvelem. Én bírom a kicsit valakien. Helikopterrel akart megérkezni a szigetre. Csak lebeszélték róla. De mi, hogy nem jobb lenne, ha a BKK hajójában jön. Az jó móka lett volna. A Lánchídtól indul, az igen. Csak négy helyen áll meg, mire kiér a szigetre, kedves Robi. Nem, álltak helikopterrel akart meg. Meg lehet volna oldani, csak nyilván nem értett volna. Most kimentek autóval Budaörsre, ott felszálltok, és visszajöttök, jó? Akkor letesznek téged, és akkor vissza, érted? Ez nála beidegződés, mert a nagyon híres Knebworthy koncertet is így kezdték, hogy egy nagy helikopter hozta az egész zenekart, és akkor utána azt kezdődik, hogy belógatják fejjel lefelé a csávót. Igen. Az zseniális. Az háromszor egymás után, az egy legendás koncert, hogy ott van 375 ezer ember a három nap alatt. Tehát és ott volt egy olyan nyilatkozata, hogy nagyon-nagyon szeretem az Oasis-t, tényleg a Gallagher fivérek nagyon-nagyon jók, és mekkora öröm számomra, hogy ők kettő ilyen Knebworthy-ból itt megcsináltak. Én hármat tudok, kezdhetünk. Igen, hát ez kell, ezért kedveljük. És ő volt, biztos, hogy ő volt, akit lelógattak? A helikopterrel, nem Piro Gábor? Nem a helikopterrel rógatták őt, a helikopterrel szállt le, és ugye úgy indult a koncert, hogy belógatták Robit, de akkor már magán a színpad fölött, ugye úgy érkezett meg fejjel lefelé. Felkendett cuccban, fehér nyakkendőben. Brutál. Jó. Brutál buli lett. Tehát, na, itt van velünk Gerendai Károly, jó reggelt kívánunk! Hello! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggel! Jó reggelt! Ez a szakasz, amiben most vagytok, ez már neked inkább gondolom, már itt megy minden magától sem, mint maga az őrület és a káosz, nem? Így, amikor már így indul minden. Hát jó esetben igen, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha ilyenkor is sok dolgom van, akkor valami nem stimmel, mert hogy megszervezni előre kell egy rendezvényt, és nem itt a helyszínen. Az egy másik kérdés, hogy a lebonyolítás kapcsán is azért adódhat sok olyan apró, vagy akár nagyobb probléma, ami miatt a szervezőknek még ilyenkor közbe kell avatkozni, de jó esetben ilyenkor kevés dolgunk van, és akkor rendben mennek a dolgok. De ilyenkor azzal már nem hívnak föl, hogy Karcsi, a kukászsákok nem érkeztek meg, ami, vagy mit tényleg, tehát ez azért nem te vagy, nyugtass meg. Azok is megérkeztek, de egyébként persze ilyenkor a telefonja az embernek a leginkább azért csörök, hogy hát még az utolsó pillanatban éppen sok ismerős előkerül, hogy hát már milyen rég beszéltünk. És igen, igen, hol szolgál a kérdés egészséged, illetve van-e két VIP jegyed a mai Robi jegyre? Így, ahogy tavaly, amikor mondtam, hogy rohagy meg, azt nyilván nem gondoltam folyamon, és igen, nem vetted komolyan te se. Na, kezdjük a legfontosabbal, Karcsi. Hány mobil WC van a sziget? A szokásos kérdés. Nem számoltam le, de egyébként, ha jól emlékszem, akkor ilyen 1200 körül, vagy 1700 azt hiszem a mobil WC-k száma, de most ez azért mindegy, mert egyébként meg még ezen fölül is van még egy csomó nem mobil WC, képzeljétek, és a mobil WC-k is blokkokban vannak letéve. És milyen izgalmasan tűzlenek, blokkosítok mobil Na, beszéljünk egy... Csak annyira jó, hogy így lehet őket jobban tisztán tartani, meg ott van ilyen üzemeltető személyzet, aki még ad hozzá WC-papírt is, meg minden. Még papír is van. Egészen megnyugtató. Beszéljünk egy kicsit Robiról, az igaz? Ez egy friss hír, hogy tényleg helikopterrel akart menni a koncertre, a ma esti koncertre? Nem,
nem, ez nem pont így igaz. Arról van szó, hogy ugye tegnap volt egy hangpróba, vagy úgynevezett hangbeállás, és az merült föl benne, hogy akkor ő kijönne megnézni a hangbeállást, és hogy ezt lehet-e helikopterrel. Aztán mondtuk, hogy hát ez elég bonyolult, mert hogy egyrészt a szigeten magán ugye itt nem nagyon lehet csak úgy beszállni, másrészt meg onnan, ahol lakik, onnan meg felszállni nem lehet, úgyhogy ezzel csak időt és mindenfélét veszítene, hogyha most helikopterezni akarna, úgyhogy végül is sikerült lebeszélni. Magáról a koncertről eleve nem volt szó, hogy a koncertre helikopterrel érkezzen, csak ez jutott eszébe, hogy hát akkor, ha már úgyis előző nap is ki kéne nézni, akkor mi lenne, hogyha ő helikopterrel. És kiment végül? Tehát lebeszéltétek a helikopterről, de végül kint volt? Erre föl ki se jött egy. Hát már mondjuk autóval én sem mennék. Vagy helikopterrel, vagy sehogy. Ha egyébként föl lehetne szállni a szállodánál, és a szigetnél le lehetne szállni, és ő kér egy ilyet, akkor ezt neked kell biztosítani? Hát nem személyesen nekem. Már a szigetnek? Tehát szerződés szerint, ha az utolsó pillanatban kér egy ilyet, akkor azt mi nem vagyunk kötelesek természetesen biztosítani, hiszen nekünk azt kell, amit előre közölnek velünk. Ez egy másik kérdés, hogy ha azt szeretnénk, hogy aztán másnap jó buli legyen, jó kedve legyen, ne duzzogva jöjjön, és ne... Úgy gondolja, hogy hát ez akkor csak egy ilyen tucat buli, ahol akkor most nem biztos, hogy annyira oda kell tennem magam, akkor érdemes a kedvébe járni a szároknak. Régóta vadásztatok rám? Azt olvast az ember, hogy a 3-4 éve megy a kergetés, alkudozás, menedzserrel beszélgetés, hát ez nem most jött ötlet volt, nem egy hirtelen dolog volt. Hát valóban az évről évre nekifutottunk ennek a kérdésnek, de mi eddig évről évre nagyjából egy ilyen udvarias hangú elutasító levélre rögtön le is pattantunk, aminek az volt a lényege, hogy hát a művész nem vállal fesztivál fellépéseket. Ugyanis azt tudni kell, hogy ő tényleg hosszú éveken keresztül alapvetően csak olyan önálló nagy turnékban, főleg stadion turnékban gondolkodott, ahol tényleg minden róla szól. A komplett színpadot neki építették, olyan látvánnyal, olyan showval, amit ő szeretne. Egy fesztiválon azért ezt nem lehet 100%-osan így megcsinálni, hiszen itt nekünk ugye egy egész héten keresztül kell előadókat felléptetni azon a színpadon, így aztán vannak olyan előadók, tényleg, tehát tudom én, egy-kettő, nem mondom, hogy sokan, de hát a U2-tól a Madonnán át a Robiig, akik így nem különösebben jártak fesztiválokra. Aztán tavaly valamiért bevállalt egy fellépést egy fesztiválon, ezen a Rock in Rio nevű rendezvényen, és úgy tűnik, hogy bejött neki. Tehát, hogy mi is meglepődtünk, de amikor most újra nekifutottunk ennek a kérdésnek, akkor most az volt a válasz, hogy igen, most gondolkodnak azon, hogy néhány fesztivál fellépést elvállal, tegyünk ajánlatot, és akkor onnantól megtettük az ajánlatunkat, és szerencsére bevállalt. Ja, neked kell pénzt ajánlani? Nem úgy van, hogy ennyibe kerülök, kifizeted, jövök? Hát ez ennél sajnos már izgalmasabban működik. Az ideális persze az lenne, az ember tudná, hogy akkor ennyibe kerül megadod, vagy nem, de hát ugye az utóbbi időben annyi fesztivál lett a világban, és a zenekarok menedzserei meg nem feltétlenül ejtették őket a fejükre, ezért azt csinálják, hogy azt mondják, hogy jó, akkor tedd meg az ajánlatodat, és aztán utána azzal, hát most nem akarok csúnya szavakat mondani, de mondjuk így regresszíroztatnak hetekig, hónapokig, hogy na hát az a helyzet, hogy a másik többet ajánlott, úgyhogy ha érdekel téged ez a... Ilyen szinten is így megy, azt gondolná az ember, hogy kaptuk egy árat 1 millió 2 millió euró, mit tudom én, tök mindegy, itt van, fizeted, jövünk. Tehát megy az alkudozás még ezen a szinten is, hogy rátok ajánlott, nem tudom, egy horvátországi fesztivál, vagy valahol, mert ha viszont akartok még többet ajánlani, küldjetek el, lehet, hogy meggondoljuk magunkat. Tehát ez elég fura, hogy ezért ez így zajlik. Hát igen, de ezzel a másik oldal elérték azt, hogy tényleg olyan szinten mennek föl a fellépti díjak évről évre, hogy lassan belerokkannak a fesztiválok, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire tartható hosszú távon ez a helyzet, de nagyon ügyesen csinálják az ő szempontjukból, fesztiválok szempontjából azért ez nem annyira szerethető ez a helyzet. Na, és kinek voltak durvább kikötései? Robinak vagy Gangsta Zolinak? Kikér durvábbat? Mesélj, hogy Robi mit kérne. Például a futópadon röhögtünk, hogy mennyire reális az, hogy fél tízkor színpadon van, és 8-tól fél 9-ig mondjuk lefut 10 kilométer. Tehát nagyon nagy igényei nem voltak, ha jól hallottuk, nem? Mondjuk a futópadon kívül. Nem, igazából
vannak itt mindenféle legendák, hogy a sztárok hú, milyen extrákat szoktak kérni, és aztán az mennyire teljesíthetetlen kérések. Azért mi ilyennel tényleg nagyon ritkán találkozunk, hogy valaki nagyon háklis. A Robinál egy kicsit tartottunk tőle, mégiscsak egy elég nagy művészről van, szóval egy népszerű sztárról, azért előfordulhat, hogy vannak ilyen úgynevezett sztáralűrjei, és ezek közé tartozhat az, hogy milyen extrákat kér. Ahhoz képest kellemes meglepetés volt, hogy nem volt igazán semmi nagyon olyan, amire azt mondanám, hogy tényleg talán a futópad volt a legextrább. De az öltözőnél még, tehát míg mondjuk, mit tudom én, amikor a Prince itt volt, akkor ők azt is előírták, hogy milyen színű, milyen márkájú bútorokat kérnek, fotókat küldtek előre az öltözőről, hogy hogy kell kinézzen, és a, nem tudom, ahhoz képest például a Robbie Ryder-ében annyi szerepelt, hogy ők egy kényelmes, jó minőségű öltözőt kérnek, amiben legyünk kreatívak, és próbáljuk meg őt kreatívan meg lehetni, hogy milyen jó öltözőt biztosítunk. Most nem mondom, hogy erre aztán marha kreatívak voltunk, mert igazából... Ez egy ilyen konténer öltözőből azért olyan nagy csodát nem lehet csinálni, azért, nem? Azért a sziget közepén konténerekből azért nagy csodákat nehéz csinálni, de gondolom, hogy egy kellően kényelmes és tényleg mondjuk egy ilyen ötcsillagos szállodai szobának megfelelő színvonalú öltözőt kialakítottunk. Ilyenkor ti egyébként beszéltek a menedzserrel, hogy mikor várható, vagy ez hogy vagy? Kimegy megjelenik koncert előtt 10 perccel, nyilván mindenki más, én ezt értem, vagy a menedzser mondja, gyerekek, hatra kijön, itt lesz, kicsit itt van, kajál, kér egy vacsit, vagy ahogy esik, úgy puffan, nem mond semmit a menedzser, aztán egyszer csak kapjátok a telefont, hogy mondjuk elindult a szállodából. Hát most ez az a helyzet, hogy ugye azt mi nem mondhatjuk meg, hogy pontosan mikor mit csinál, de azért általában a sztárok úgy működnek, hogy van egy úgynevezett babysitterük, aki gyakorlatilag onnantól, hogy megérkeznek, fogadja őket a reptéren, elviszi a szállásra, elviszi őket enni, ha valamilyen egyéb kívánságuk van, városnézés, bármi, akkor azt segít nekik, és ez a babysitter az, aki folyamatosan azért van, hogy hát végül is ő mindent megkapjon, amit szeretne. De a sittert ő hozza, vagy azt ti adjátok? Nem, azt mi mindig adunk valakit a minden fellépő mellé. Most valaki személyesen is kapcsolatba kerül a sztárral, valaki mondjuk csak a turné menedzserig jut el, mert a sztár azt mondja, hogy ő neki nincs szüksége arra, hogy őt mit, ilyen szempontból dédelgessék. Ő el van magában. A Robi is ez a második eset, hogy hát úgy tűnt, hogy egyébként megkapta a babysitterét, de elakadt a babysitter abban már a reptéren, hogy akkor mondták neki, hogy tök jó, hogy itt vagy, mutasd az utat, hogy hova kell menni, de egyébként nem kell senkivel beülnöd, nem kell senkivel beszélgetned, nem kell senkivel. Szóval egy picit ilyen távolságtartó. Illetve mégis valami kellene négy nagykorú monori szűz, ha esetleg eltűnnek. Igen. Igen, és szeretné egy közös fotót a főpolgármesterrel. És azt kéri, hogy végre mosolyogjon. Igen. Figyelj, azt tudjuk, hogy mondjuk ő vagy egy sztár sokszor mit kér, de arról keveset beszélünk, hogy ti mit kérhettek. Hogy például, hogy a koncert előtt fél órával azért szeretnétek, hogy ott legyen. Vagy mik a biztosítékok? Nyilván nem mondja le, meg nem ilyeneket, csak hogy ti kérhettek valamit, vagy nektek van valami, amihez ragaszkodtok és beleírjátok? Hát amihez mi ragaszkodunk, az nyilván mindig maga a koncert kapcsolódó. Reméltőleg ilyen feltőleg legyen olyan dolgok, hogy például próbálunk olyanokhoz is ragaszkodni, hogy aki csak lehet, az mondjuk vállaljon ezen túlmenően interjúkat, vagy akár adjon sajtótájékoztatót. Erről például sajnos hallani se akartak, úgyhogy ebben nem mondom, hogy sikerrel jártunk ebben a próbálkozásban. De mit tudom én, a feleséget kedvenc száma a Rock DJ, és beleírod a szerződésbe, hogy igen, mindenképpen szeretnéd, ha eljátszanád. És egy dedikált tigrises alsógatyát is szeretnél. Akkor ugye azért elég sok fellépőnél azt is próbáljuk elérni, hogy livestream adást adhassunk a koncertről, hogy azok, akik esetleg nem tudnak kijönni a rendezvényre, azok is online legalább nyomon követhessék. Ez megint mondjuk a fele előadónál sikerül elérni, a másik felénél nem. Itt is persze minél nagyobb egy sztár, annál kisebb az esély, mert annál inkább ő már abban gondolkodik, hogy ő csak jogdíjakért, vagy csak olyan módon, hogy akár külön eladja a felvétel jogát, akar csak ilyesmihez hozzájárulni, amit ugye így külön mi nem tudunk egyenként mindenkitől a fellépő díjon fölül megvásárolni, mert az még nem kevés pénz, hogyha ez pénzért akarják adni, és ebből külön üzletet remélnek. De egyébként ami nyilván fontos, és amit úgy komolyan kell venni, az az, hogy a koncerthez
ők megfelelő állapotban is legyenek, mert azért volt már arra is példa, hogy mondjuk föllépett valaki úgy, hogy a mikrofonba kapaszkodott. Nevet akarunk. Ki volt ő? Hát többen is voltak mondjuk az elmúlt most már 22 évben, de mondjuk talán aki így a legdurvább volt, akiről mondjuk előre azért mindenki sejtette, hogy nem lesz egyszerű, az a Shane McGowan nevű pasi. Ja, ez hát jó, ennek ez imidzse. Igen, tehát azt hiszem, de ezt nem is lehetett rá egy szinten túl haragudni, és tényleg ez volt az hihetetlen, hogy konkrétan így a színpadon úgy kellett a lépcsőn két embernek fölvinni, megvinni őt, mert hogy egyébként nem tudott már fölmenni a színpadra, de ahhoz képest egész jó bulit adott. És nála meghatároztatok, hogy hány fog legyen a szájában, amikor fölmegy a színpadra? Már nála változó. Mert nála nagyon változó ez a szegmens is. Hát így, ilyesmit nehéz lenne előre így meghatározni, de szóval mondjuk egy Robinál még azt se tudjuk igazán ilyenkor tényleg megmondani neki, hogy legyél itt legalább a koncert előtt 3 órával, itt azt tudjuk mondani, hogy természetesen ekkor kezdődik a koncert, ahhoz, hogy az akkor meg tudjon történni, ahhoz nyilván legyen itt időben. Persze azt biztosítanunk, hogy egyáltalán ide tudja jutni időben, mert hogy azért azt ilyenkor meg kell adni neki, hogy tehát van egy sofőr, aki ugye ilyenkor szállítja őt, de azért érdekes, mert ő tényleg nagyon-nagyon távol, tehát a saját csapatával szemben is úgy tűnik, hogy elég távol, mondom, a csapata az tegnap kim volt, ma is jönnek jóval előbb, sokkal közreműködőbbek, és amikor így mondtuk, hogy jó, és akkor a művésszel mi újság, akkor mikor meg, hogy akkor arra, hogy vonogatták a válogat, hogy a koncerte itt lesz. De nem tudja. Érdekes, pont egy ilyen más típusú palinak gondolná az ember, Robit, nem? Hogy egy kicsit ilyen közvetlenül bandázik lazán. Hát nyilván egy idő után sok nyűg vadideg emberre, mindenki jó pofáskodni. Persze. Még ők hogyan vannak egymással, mi csak ugye azt tapasztaljuk, ami konkrétan mondjuk tegnap a beállás kapcsán volt. De abból gondolom, hogy nem kizárt, hogy azért őnek így vannak ilyen gesztusai, mert önmagával a beálláson neki nincs miért részt venni, mégis fölmerült benne egyáltalán az, hogy akkor kijön helikopterrel. Tehát azért az is lehet, hogy kifejezetten azért gondolta, hogy kijön, hogy egy kicsit így haverkodjon a többiekkel, nem tudom. Tehát, Na most ugye nagyságrendekről beszélsz mindig, konkrétumokról nyilván nem, de hát azért az ember az érdekli, hogy ez nagyságrendileg mondjuk egy ilyen Robi az mennyibe kerül? Hát nagyságrendileg azt el tudom mondani, hogy több 100 millió forint, de ennél sajnos többet nem igazán, mert hogy ebben hát elég szigorúak a szerződések, ránk nézve, hogy ezt nem mondhatjuk el. De 100 és 500 között, vagy 500 Na. és 1000 között? Na. Hát az első fele. Első. Na, jó. Hány kilométer autópálya tudna belőle építeni? Hát az attól függ, hogy milyen a Mészáros és Mészáros. Konvertáljuk, mondj egy számot. Karcsi, benned imádom, hogy ezeket úgy csinálsz, mint nem is halál. Én néma csönd a vonalás között, semmi. Csak hogy várja a következő kérdést. Igen. Nagyon szeretünk veled interjút csinálni. Igen. Szóval... Hát egyébként azok után, hogy most ugye tegnap valamikor ilyen fél ötkor, vagy már ma hajnalban fél ötkor sikerült lefeküdnem, ezek után eleve olyan örömmel gondoltam erre, hogy majd hívtok, hogy már eleve mosolyra húzódott a számban. Figyelj, de most mondd meg a szokványos kérdés után egy kicsit nem felüdülés velünk beszélgetni. Nagyjából mindenki ugyanazt a 23 dolgot kérdezi meg. Hát az ember igazatok van. Igen, na. És ha már itt tartunk, a pizsamád is kockás. Karcsi, mondd meg nekem, az elmúlt 20 évhez képest változik-e az idei szigetszetted? Vagy ugyanazt az általunk nagyon közkedvelt, immár a 20 éve, hát egyfajta védjegyé vált kockás flanelinget veszed-e föl újra a következő? Van csinkos is, meg egy kemés az utóbbi időben, különben. Mivel mosod, hogy ez 22 éve ilyen jó állapotban van? Tényleg ennyire bejött az Alice in Chains? Na jól van, köszönjük szépen, jó munkát nektek. Vigyázz magadra. Ciao. Köszönjük szépen, Gerendai Károlynak, köszönjük, ciao. Én született gegmen a pasi. Tényleg nagyon bírja ezt. A mosoly nélkül végig ugyanazzal az arccal. Nem, kedveljük. Igen. Hát az ő kockás inget tényleg immáron védjegy. Tehát egyszer láttam egy fekete rövidújú pólóban, nem tudom, Karcsi, mi van? Nem ismernéd meg. Nem. Ez a csávó. Az ő gardróbjából egy egész grunge nemzedéket fel lehetne öltöztetni. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show!